Szeretettel köszöntök mindenkit az 50. jubileumi Kékszalag Likiosz ünnepségen. Nehéz elfogultság nélkül megszólalni, mint ugye a Feri mondta, hiszen itt a legekről van szó. Hadd legyek egy kicsit rendhagyó. Az illem azt kívánná, hogy elsősorban nyilván a támogatóknak köszönjem meg, hogy támogatták ezt a rendkívüli rendezvényt. Én elsősorban most hadd köszönjem meg elsőként a vitorlázóknak, akikről szól ez az egész verseny, ez az egész rendezvény. Az, hogy ilyen nagy számban neveztek, befutottak, végigharcolták ezt a Kékszalagot, ez egy fantasztikus dolog, és végül is ugye a vitorlázókról szól ez az egész verseny. Tehát természetesen hadd köszönjem meg az összes támogatónak, és nagyon hálásan megköszönöm a Magyar Vitorlás Szövetség minden dolgozójának, versenyvezetőknek, rendezőknek, adminisztrációs munkát végzőknek, mert heroikus munka van előtt, és azt hiszem, hogy tényleg példátlan volt ez a Kékszalag. Az időjárás is, ha úgy tetszik, egyes volt hozzánk, sokan szitták, kevés szél volt, aztán sok szél volt, de hát a Balaton már csak ilyen, ehhez kell alkalmazkodni, erre kell felkészülni, és tényleg volt minden, ami a tó szépségét adja. Nekünk ám is felejthetetlen élmény volt éjszaka, én magam is részt vettem a versenyen, amikor Balatontól kezdték a Szigligetőbölben, 8 csomó fölötti sebességgel tudtunk menni, és amikor láttam a szembe jövő katamaránokat. Tehát egy olyan élmény volt, amihez hasonlítható, talán akkor láttam, amikor ilyen nagyon viharos Kékszalagon egyszer visszafelé jöttünk, mint egy 8 évvel ezelőtt. Tehát még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, akinek a munkájában benne van, aki részt vett, akár drukkerként. Köszönjük a médiumoknak, hiszen ez is példátlan, amit már itt felsoroltak, hogy ennyi elektronikus és írott médiumok képviselői részt vettek és népszerűsítették ezt a versenyt. Jól látható, hogy a Balatonon a vitorlásport, illetve Magyarországon a vitorlásport népszerűsége az utóbbi években exponenciálisan nőtt, ami nagyon sok összetevői dolog. Nyilván benne van a munkatársainak a munkája, a PR, marketing, benne van a médiumoknak a segítsége, benne van a magyar vitorlázóknak a rendkívüli eredménye, és nem csak a balatoni vitorlázásra gondolok, hiszen Panándinak a fantasztikus eredménye a vendéglóban, olimpikonjaink, akik egyre inkább etalonnál válnak, és kérdés ez, hogy jó vagy rossz, de én azt gondolom inkább jó, hogy most már ezek a versenyzők kezdenek ikonokká válni, és a fiatalok számára egy olyan példát mutatnak, ami úgy gondolom, hogy mindenki számára követhető. Gyönyörű sportról van szó, imádjuk, szeretjük, és aztnak is örülünk, ha önök szeretik és támogatnak benneket. Köszönöm szépen! Dr. Kollár Lajosnak, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökének köszönöm szépen a beköszönő szavakat, és most arra kérném Kállai Andrást és Rényi Andreát, hogy fáradjanak fel a színpadra, és hogy miért, azt is elmondom. Hát kérem szépen, rendhagyó megoldással segítették az autizmussal élőket az 50.